Már megy. Ja, jó. Hirtelen négy dolog jutott eszembe, ami úgy nagyon hosszú életű és igazából elpusztíthatatlannak. Hát nem elpusztít. Ebből a csótány egy, ami állítólag, hogyha atomtámadás van és már Földön nem lesz élet, csótány az még lesz. A teknős az, ami ilyen 100x évig tud élni, illetve talán az aligátor az, ami nem nagyon öregszik, hanem csak betegségbe meg ilyen szarokba tud elpusztulni, illetve a negyedik, a Toyota Hiace. Sok embernek ilyen ladamániája van, valakinek trabantmániája. Mindenkinek van egy autója, bele van buzulva, de nem tudja megmondani miért. Na most, ha velem jöttök, illetve a kollégám nő velem jön, mellettem. Igenis. Így, úgy. Velem jön, ne, szóval trabant, lada. Nekem a mániám ez az autó, amit ha megmutatsz és megnéz mindenki, akkor ez egy 1993-as. Ez már a negyedik generációs Toyota Hiace, ezelőtt volt három darab. Eznek volt egy faceliftelt változata, ami annyiban különbözött, hogy itt nem felirat van, hanem embléma, illetve hát körülbelül szerintem ennyibe fújt ki az egész faceliftelés. Ezután volt a csíklámpás, és azután volt ez a nagylámpás, ezután már nem volt Hiace, hanem ProAce néven futnak a Hiace-nak a utódjai. Ja, amúgy próbáltam kicsit otthonos környezetet teremteni, neki ilyen szőlőbejárós vas amúgy. Csórikám, a kedvesem. Barátos ném, aki a kamera mögött áll, azt mondta, hogy ezért neki való terep. Ő 93-as, 8 hónaposan került a papámhoz, ő használta 3 hónappal ezelőttig, mikor is mondtam neki, hogy köszönjük szépen, most már akkor enyém lesz, mivel meg, nem tudom, gyerekkoromban mindenkinek van ilyen, nekem ő az. Én nagyon szerettem volna, hogy az enyém legyen, és most már az enyém! Ebben egy 2.4-es szívódízel motor van, amire mindenki azt mondja, hogy elpusztíthatatlan és kimegy a világból. Ebben most lesz 300.000 km, szóval most már lassan bejárattam. Van fent az internet egy piros ilyen négykerékhajtással, mert volt olyan is. Abban van 1.300.000 valahány ezer kilométer, és bontatlan neki teljesen az adagolója. Ennek is. Egyszer most beletörték a izzítógyertyát, mert balfaszok voltak a szerelők. A 25 év alatt annyi problémája volt szerintem, hogy akkumulátor kellett benne cserélni, illetve a négy izzító gyertyát, meg talán még féket, úgy annál nagyobb problémája nem volt. Ezt az autót állítólag csak is a rozsda tudja levenni a lábáról, vagy tönkretenni, ez egyszer már le volt fújva innentől lefele végig, de ugyanúgy itt a sínnél kikezdte, illetve még hátul egy helyen a motor, vagy a lő, mi a faszom van hátul? Csomagtartót is megkezdte a rozsda. Más egyéb problémája nincsen, beülsz, beindítod, aztán mész. Onnan lehet ismerős, esetleg aki velem egy idős, vagy esetleg idősebb, hogy régen ezek voltak a mentőautók, majd ezeket váltották a csíklámpás Toyota Hiace-ok, és azok is mentőautók voltak, de benzinesben. Ebből van 2.4-es, vagy 2.7-es, ezt nem tudom, de benzinmotor, meg van ez a 2.4-es szívó dízel motor, amiket sajnos most már visznek kifele Afrikába, azaz nem nagyon találsz, illetve hogyha meghirdeted, akkor fél órán belül jön egy sötétbőrű barátunk, és tesz rá egy ajánlatot, és elviszi. Mert volt most egy kék is nálam, egy ugyanilyen kék, és nem tettem még fel az internetet, de már eladtam. Mert valaki látta, és neki kell, illetve mindenhonnan papám alól is ki akarták vásárolni. Ha bement a boltba, és kijött, akkor már várták, hogy megveszik. De ez már nekem is volt, ahol dolgozom, és ott le volt rakva, akkor jöttek, hogy nagyon szép, és hogy eladó-e, és mondtam, hogy nem is mértek a picsába, mert ez az enyém. Formát tekintve egy doboz. Sok mindent nem tudsz róla mondani. Ezek a japán kis busz formák, volt a Mazdának a E2200, a Mitsubishi E300, ez meg még voltak ilyen japán kis busz, doboz az jó van, ránéz valaki, semmit nem jelent neki, nekem szép, és nem értik, hogy miért tetszik, ennyire is miért szeretem. Felszereltségét tekintve van benne 9 darab ülés, kormányváltó, ennyi, semmi nincs benne. A szervó az az egyetlen, ami kicsit zavaró, mert parkolni nem jó vele, meg hogyha a barátném vezeti, akkor kapaszkodik. Motorját tekintve 2.4-es szívódízel, 75 darab kemény lóerő van benne, ami azért hátrány, mert a váltója az olyan rövid áttételezésű, hogy úgymond városban fürge legyen, hogy az 1-es az szinte soha nincs használva, a 2-esből indulunk,
lak, mert a egyes az egyszer kellett eddig, mikor 9 ember ült benne és parton fölfele mentünk, akkor kellett, el tudott volna indulni kettőbe, de mondom, jó? Van 2, 3, 4, és a 4 és az 5 között is annyi különbség van, hogy mintha visszatetted volna a negyedikbe, szóval 3 értelmes sebesség van benne. Egyébként a motorjában 291.159 van, de olyan hangja van, mint jó. Belsejét tekintve nem tudok róla sok mindent mondani, kényelmes. Kényelmes, legalábbis szerintem, sőt volt már haverom, aki beült ide és kényelmesnek vallotta. Mint mondtam, 5 sebességes váltó van benne, amiből 2, 3, 4, még talán az 5 is ér valamit, de az 1 a semmit. Tekerős ablak, nincs benne klíma. Magyarországon, meg így Európában nem is nagyon volt szerintem olyan, amiben volt egyáltalán elektromos ablak, ilyen japán belpiacos, ilyen hányszoknál láttam, hogy felhúzom be. Zörögnek. Volt, amiben klíma volt, de olyan, hogy hátul különvezérelhető klímás volt, elektromos ablak, meg minden fisz-fasz. Ebben nincs semmi, mert amúgy is teherautó lenne gyárlag, csak le lett vizsgáztatva a személyautóra. Ha kanyarodsz, akkor így igazából nincs lehúzva az ablak, akkor beleakad a kezed. Ez munkás autó, de emellett én, mióta nálam van, ilyen 2 hónap alatt belecsavartam olyan 3-4 ezer kilométert, mert imádom. Mit mondjak? Fogyasztását tekintve autópályára, ha felmész és mész 100-zal, akkor ilyen 7-8, de és olyan 100-nál még az, amikor úgy elviselhető a hangja, meg tudsz úgymond beszélgetni, mondjuk aki hátul vagy a lekácsó sorban, az már felejtős. 100-nál 7-8, 110-120-nál már nagyon hangos, meg ugye rövid a váltója, meg akkor már nagyon szenved, akkor már ilyen 10 fölé is tud menni a fogyasztás, úgyhogy ilyen 100-zal mész, akkor úgy jó. Meg amúgy többen nem is érzed rajta, hogy nem esik jól neki. Az tény, és hozzá kell tenni, hogy utazni vele annyira nem nekem, én szeretem, hogy hangos, meg zörögnek benne az ülések, meg minden hangos benne, de valaki ezt nem szereti, és nem annyira kényelmes. Fordulsz vele, azt el akar borulni. Vagyis hát nem, csak úgy érzed, mint hogy el akarna borulni. Hangos, állandóan váltogatni kell vele. Ezek a negatívumok. Pozitívum az, hogy kurva jó. Nem tudok más mondani igazából róla, mert mit mondjasz róla? Az olyan autó, hogy beleülsz, az mész. Ah, milyen jó autó, figyelj, lép. 60. Tehát rögtön elsőbséget is kell adni. Index! Az jó van. Gyerekek, ezt az autót nagyjából ennyit tudtam róla mondani, hogy sok érdekességet nem tudok mondani. Ez a fasz magasztik, öcsém. Ha tetszett, akkor iratkozzál fel, ha nem, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Az jó van. Szevasztok! Thank you.